Igazán csinosan néz ki ma este. Még sosem láttam magához fogható szép. Köszönöm, ez kérdés. Nagyon szeretnék kocintani magára. A fiatalságra és az életre. Csirió. Na mondja csak. Igen, mire kíváncsi? Igazán gyönyörű a ruhája. Ezzel csábítja a férfiakat. Nem lenne kedve közelebbről is megnézni? Nem is tudom. Esetleg megcsókolhatnám. Ha ennyire akarja. Csodás. Igen? Maga csodás. Szerintem erre igazán innünk kell. Nem tudok önnek ellene. Hát nem is tudom. Hadd csokoljam meg megint. Nincs magához fogható. Nem köszönöm. Csak azt akartam tudni, hogy megjöttem már. Talán éppen a bárban iszik egy italt, vagy nem is tudom. Nagyon köszönöm, szenyor. Miért csinálod ezt velem, Fernando? Miért viselkedsz ilyen furcsán? Miért mentél el és hagytál teljesen egyedül? Talán nem kellett volna összeházasodnunk. Lehet, hogy hibát követtem el. Oszkárnak igaza van. Joga van megkérni Jimenát arra, hogy vele éljen, miután hazajön. Szerelmem, segíthetnél meggyőzni ebben? De anya biztosan nem fog örülni annak, hogy hazajön, és a lányai nincsenek itthon. Szerintem megérdemli. Tudod jól, hogy mindhármatoknak el kellene jönnötök, akkor senkit nem találna itt. Megnézném, hogy milyen képet vág. Rögtön kiderülne, hogy vajon Fernando elége neki. Juan, figyelj rám, tudom, hogy nem kedveled, de ne felejtsd el, hogy az anyám, és nem akarom őt szenvedni látni. Miért vagy ilyen jó szívű? Segítenünk kell Oszkárnak bármi áron. Furdal a lelkiismeret a kocsia miatt is, ráadásul még a felesége is megsérült. De hát az nem a te hibád volt, Juan. Igen, de ugyan, én voltam... Juan, nem a te hibád volt. Figyelj, ha ezt akarod, akkor beszélek Jimenával. Rendben? Nekem is fontos azoknak a bolondoknak a boldogsága. Hát ez őrület. A rendőrség megduplázta a nyomozók számát, mégsem bukkantak Dinóra nyomára. A rossz álleszékkel való viszonyunk egyre csak romlik. Nem tudom, hogy meddig fajul ez a vitánk. Amikor eljöttek a birtokra, akkor borzasztóan dühösek voltak ránk. Csak a legrosszabbra számíthatunk tőlük, Franco. Igen, ebben teljesen igazad van. Aggódom, hogy az a nőszemély egyszer csak visszajön a környékre. Szerinted mégis hogyan tudta így becsapni a rendőrséget? Mi van, ha nem is Dinóra volt? Hanem Rosario Montes. Miért mondod ezt? Valamiért, az az érzésem, ő áll a háttérben. Nem hinném, hogy ilyen mélyre süllyedne. De hát miért ne tenné, Franco? Már elfelejtetted, hogy Armando emberei hányszor akartak megölni téged? Tudod, hogy azokat az embereket Armando bérelte fel, és nem Rosario. Nem hinném, hogy ő képes lenne ilyen veszélyes dologra. Én nem vagyok ebben olyan biztos. Jobban utána kéne néznünk ennek. Nem értem, hogy tehetne ilyet azután, hogy megmondtam neki, szálljon le rólam. Édesem. Nyugi. Te nem unod már?
Mit? Hogy beleszürkülünk a hétköznapokba. A bárban, a házunkban. Mindig minden ugyanolyan. Nem szeretnél egy új szerződést külföldön? Armando, miért kérdezett pont most ezt? Szereztél nekem valamilyen külföldi munkát? Te tudod a legjobban, hogy minden összeomlott, amikor visszajöttél hozzám. Most engem hibáztatsz? Nem. Természetesen nem. Azért kérdeztem, mert nagyon szeretnék újra utazni, világot látni. Hogy jól érezzük magunkat. Nagyon irigylem Fernandót, aki most nagyon elégedett lehet magával. Úgy utazhat, mint egy király, mert megfogta az Isten lábát azzal, hogy elvette Gabriela Elizondót. Armando, csak nem akarsz a helyében lenni. Dehogy nem. Csak én veled. Ó, bocsássatok meg. Igazán nem akartalak megzavarni benneteket. Mit akarsz, Panchita? Talán keresel valamit? Csak azért jöttem, hogy szóljak, hogy hamarosan a te számod következik. Köszönöm, Panchita. Azonnal megyek. Na, mit szólsz? Mi a válaszod a kérdésemre? Armando, ebben a helyzetben nem akarok elmenni az országból. Nagyon szeretem azt, amit most csinálok, és minden mást, ami körülvesz engem. Gondold meg! Annyira jól éreznénk magunkat. Nem, Armando. Még ha el is mennék, előbb be kell fejeznem azt, amit elterveztem. Még nem mehettek el. Hát te meg hová készülsz? Arra gondoltam, hogy reggelizni megyek. Miért nem hívjuk a szobaszervészt, és reggelizünk meg itt? Tudom, kicsit későn jöttem vissza. Kicsit későn? Ne ködösíts, Fernando, reggel 8 óra van. Igen, tudom, de meg tudom magyarázni. Nincs kedvem meghallgatni a mesédet. Itt vártam rád egész éjjel, mint egy bolond. Azt mondtad, elmész egy kis időre, de nem jöttél vissza. Ez a nászút kezd rémálommá válni. Hogyha ez egy előzetes abból, amire számíthatok, akkor óriási hiba volt összeházasodni. Gabriela, kérlek, ne ess ekkora túlzásokba. Tisztelned kell engem. Senkitől nem viselem el, ha felültet. Különösen egy olyan férfi, aki elvett feleségül. Látom, hogy ideges vagy. Figyelj. Egyszerűen muszáj volt lemennem a kaszinóba. És azért mentem egyedül, mert tudtam jól, hogy te nem jönnél el velem, mert utálod. És ezt te is jól tudod. Tényleg nem akartalak megbántani. Aztán meg amikor vesztettem, igyekeztem visszanyerni. Amikor meg nyerő szériám van, akkor nem jöhettem el csak úgy. Higgy nekem! Ez nem magyarázat. Évekig voltam Bernardo felesége, de sohasem tett ehhez hasonlót. Igazán nem kéne ide keverned a néhai férjedet. Azért említettem, mert ő tényleg nagyon jó férjem volt. A viselkedése megfelthetetlen. Lehet, hogy igazat mondasz, és Bernardo nem hagyott magadra. De ha jól emlékszem, egy náladnál sokkal fiatalabb lánnyal csalt meg téged, nem emlékszel?
Hogy az nem számít bűnnek, csak a kaszinózás? Hiszen el akart hagyni téged a lány kedvéért, mert nőként nem voltál elég neki. Mégis miért vettél feleségül? Majd én megmutatom, hogy miért. Fernando, kérlek! Most majd megmutatom, hogy boldoggá tudlak tenni, ahogy Bernardo sosem volt rá képes. Ne, ne, kérlek, ne! Ne, hagyjál, ne! Már megint előbb ért ide, mint én. Szeretem korán kezdeni a napot. Hoztam egy doboz csokoládét Jiménának, hiszen olyan kedves kislány. Ó, szenyora. Szeretném megköszönni magának ezt a rengeteg támogatást és törődést, hogy mellénk állt ebben a nehéz helyzetben. Nem kell megköszönnie semmit, hiszen szívesen teszem. És mégis miért vesztegeti az idejét? Már nagyon várja a felesége. Igen, menjen, elnézést. Menjen! Menjen, csak vissza! Elnézést, szenyora. Figyelhetne. Magas. Magas, mégis mit keres itt? Meglátogattam egy kedves barátomat, aki kórházba került a balesete miatt. És maga? Szintén beteget látogat? Minden nap végig látogatom az itteni betegeket. Hiszen orvos vagyok. Engedelmével, szenyora, most mennem kell. Nekem sincs sok kedvem magával beszélgetni, hiszen maga az utolsó, akit szívesen látok. Édes jó Istenem, miért kell mindig ilyen kellemetlen alakokkal összefutnom? Majd meglátja, hogy milyen kellemetlen tudok lenni. Hogyha nem hagy fel a fiam védelmezésével, és nem bocsátja útjára Antóniót. Nézze! Szerintem egyszer s mindenkorra meg kellene végre ezt beszélnünk. Ez mindenkinek az érdeke. Most nem lehet. Nagyon sietek, nem vesztegethetem tovább az időmet. Édes Istenem, ne legyen már ilyen makacs! Mi lehet fontosabb a saját fiánál, hm? Nem, szenyor. Gyerünk, menjünk és beszéljük meg ezt a kérdést, és tisztázzuk ezt a helyzetet most már végleg. Vagy talán fél? Fél attól, hogy velem beszéljen? Kérsz? Hát, ha te kínálsz, akkor nem mondhatok nemet. Tudod, hogy meg is halnék, érted? Nagyon finom, már kettőt megettem. De nem eszem többet, mert elhízom. És többé már nem fog szeretni. Dehogy is, kicsim, ne légy bolond. Lehetsz akár 100 kiló, én akkor is szeretni foglak. Szeretném, hogy nagyon gyorsan felépülj, hogy végre kiengedjenek, és hogy gyere haza hozzám, és végleg együtt éljünk. Mi a baj, szerelmem? Talán nem tetszik az ötlet, vagy mi? Én is ezt szeretném a legjobban. De gyávaság lenne, ha előtte nem beszélném meg anyával. Imének, kérlek, értsd meg, hogy nagyon aggódom a baleset miatt, az egészségedért. Az én kötelességem, hogy a gondodat viseljem. És tudod mit? Én... nem bírnám ki, hogyha megint távol lennénk egymástól, komolyan mondom. Jaj, kérlek, értsd meg a helyzetet. Neked kéne megértened engem. Hallod, kedvesem? Meg kell értened az én szempontomat is. Tudod jól, hogy az lenne a legjobb, hogyha hozzám költöznél, mielőtt minden összeomlik nálatok. Jó? Adj egy kis időt, hogy ezt átgondoljam. Muszáj, hogy alaposan megfontoljam. Egy ilyen fontos döntést nem szabad elhamarkodni. És mégis meddig kell még várnom? Meddig? Amíg csak szükséges. Légy türelmes, rendben? Légy türelmes, jó? Kérsz egyet? Tessék, drágám. Még hogy legyek türelmes. Köszönöm. Közde nem kérek.